Három emeleten összesen 27 szoba várja a vendégeket októbertől. Az egykori panziót az új tulajdonosok igyekeztek otthonossá és korszerűvé tenni, igazodva a turisták elvárásaihoz. Az ügyvezető, Szabó Attila elmondta, gyerekkori álma valósult meg a szállodával. Ebben rengeteg, nagyon-nagyon sok munka van. Igazából mondhatjuk, hogy január óta mindenki ezen van, hogy ez épüljön. Az összes, a köművestő, a festőig, a kertészig mindenki ezen dolgozik, hogy itt minden jó legyen. Milyen állapotban volt az épület maga? Hát egy elég lerobbant állapotban volt, hát 10-10 pár éve itt állt üresen, tehát itt mindent ki kellett cserélni, az utolsó vízvezetékig minden. A felújítás több mint fél évig tartott, ami során a szobák mellett a recepció, a belső terasz, valamint a konyha és az étterem is megszépült. A bajai családi vállalkozásban működő szálláson még sok tennivaló akad, a tulajdonosok pedig már a bővítést tervezik. Az épület adottságaiból adódóan még nagyon sok minden tevékenységet lehet majd folytatni, ilyen például egy teraszos vendéglátás, van egy nagyon szép pincehelyiség, amit fel kell újítani. Azon kívül egy rendezvénytermet akarunk hamarosan, ahol még nagyobb létszámba tudunk fogadni vendégeket, és utána még van még egy helység, ahol a legrégibb épület rész, ahol még apartmannak egy szobákat is tudunk kialakítani. Szabó Attila elmondta, a hotelt tavaly elhunyt édesanyja tiszteletére keresztelték Elizabethnek. Az ünnepélyes megnyitón Vedelek Norbert, Baja alpolgármestere úgy fogalmazott, a város életében a turizmus kitörési pontnak számít, így fontos, hogy modern és színvonalas szálláshelyek várják az ide látogatókat. Az előbb kaptam egy olyan kérdést, hogy az alvégi városrészen Baján szálláshely hiány van, most ez nem csak az alvégre jellemző, hanem egész Bajára. Mint emlékezetes, a mostani Hotel Elizabeth helyén a Banaro panzió működött annó, ami egy intézmény volt, viszonyítási alap, gyakran nem a Bokodi utat jelöltük meg, ha bármi szóba került, ami a Banarától erre vagy arra kell menni. Reméljük, a Hotel Elizabeth is hasonló szintet fog képviselni, tehát hogy egy külön intézmény lesz. A hotel már az első hétvégén teltházzal üzemel, és az étteremben is sok az asztalfoglalás. A régi bowlingpálya helyén pedig jövő ősszel már egy wellness részleg működhet.